Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. A harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de én biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek. Az sem véletlen, hogy te most éppen ezt a videót megtekinted. Tehát valamit közöl veled. De megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával kiegészítve 10000 forint. És most megtekintjük, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. Itt beszélgetésekről van szó. Vagy valaki közölt vele valamit. Az lehet ez a medve, lehet az apukája, vagy lehet a főnöke is. Itt voltak fontos beszélgetések. Azt is jelentheti a medve, hogy ő kimondta a véleményét, kimutatta az élet erejét. De mégis valami még itt átláthatatlan, hiszen ez a felhő olyan, mint egy fátyol, tehát nem tudja azt, hogy a másik hogy értette azt, amit ő közölt, vagy jött egy hír, és nem tudja, hogy ez most mit jelent számára. Ez a felhő lehet idő is, hiszen a felhő az egy időkártya, utal fél évre, az lehet a múlt, hogy fél évvel ezelőtt voltak itt komoly beszélgetések, és ezen ő most elgondolkozik, vagy vannak tervek, ő szeretne valamit közölni valakivel, és ezt meg akarja fél éven belül valósítani. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt látható, hogy vannak szép érzelmei. Itt van a tisztaság, tehát ami kettőtöket illet, itt vannak mély érzelmek, tiszta érzelmek, és a fa jelenti a gyógyító erőt, javul a helyzet, vagy jelenti a biztonság érzetét, amikor ő úgy érzi, hogy nálad le tud gyökerezni. Ez a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, vagy ő szeretne téged megajándékozni. Mit fog tenni? Itt látható ez a torony. Jelentheti azt, hogy ő még fogva érzi magát, vagy van nála, esetleg nálad egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, ő a mélybe akar tekinteni, hiszen át akarja vizsgálni a dolgokat. Az utak azt jelentik, hogy ő útban van hozzád, itt szeretne veled valamit tisztázni, lehet, hogy ő van ebben a szűkös helyzetben, az is lehet, hogy nálad vannak problémák, és segít neked, majd átvizsgálja a dolgokat. Itt az utak jelentenek döntéseket is, hogyan tovább, hogyan tudnátok kilépni ebből a helyzetből, ami jelenleg még fogva tart benneteket. Mi fűz össze titeket? Itt látható a kulcs, ez jelenti a magabiztonságot. Légy biztos abban, hogy együtt maradtok. Itt ezzel a kulccsal kinyílik majd egy ajtó, ezek a lehetőségek.
Kiléptek a toronyból, ahol fogva érzitek magatokat, átvizsgáljátok a dolgokat, itt lesznek utak, tehát döntések, és itt kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek, vagy utalhat ez a kulcs a nyitottságára, és hogy megváltozik a hozzáállása, nyitott lesz veled szemben. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!